Szombathely, Visszavár. Szeptember végéig jelentkezhetnek a hallgatók az ösztöndíjra. Havi 50 ezer forintot ad az önkormányzat a hazajövőknek. Segítés a határon. A migráns helyzet kezelésében oroszlán részt vállalnak az Egyházmegyei Karitász és a Vöröskereszt munkatársai is. Kárfelszámolás. Egy mediterrán ciklon tarolt Vas megye állami erdeiben egy éve. Az erdészet most Bozsoknál menti a menthetőt. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Pezer Hoffer György. Jó estét kívánok! Még szeptemberben jelentkezhetnek a Szombathely Visszavár ösztöndíjra azok, akik hiányszakmát tanulnak. Az önkormányzat havi 50 ezer forinttal támogatja a hallgatókat, akiknek cserébe helyben kell munkát vállalniuk. Jelenleg több mint 2800-an dolgoznak az Elluka Szavária Kft-nél. A kuplunggyártó cég folyamatosan bővít, ehhez pedig szükség van új munkatársak felvételére is. A város gazdaságfejlesztési programjának részeként elindult a Szombathely Visszavár program. Célja, hogy a más városok egyetemein hiányszakmában tanuló diákok a tanulmányi idejük lejárta után Szombathelyen vállaljanak munkát. A támogatásra a most felvételt nyert hallgatók és a már felsőoktatási intézményben tanulók is jelentkezhetnek. A hiányszakmák köre folyamatosan bővül és igazodik az adott igényekhez, mondta az Oktatási Bizottság elnöke Szombathely ma közéleti műsorunkban. Gépészmérnök, a villamosmérnök, óvodapedagógus, gyógypedagógus, logopédus, diplomás ápoló, például az egészségügyi szakmáknak, végzettségűeknek a támogatásáról az idén határoztunk, ezt is egy fontos területnek gondoljuk. Az ösztöndíj havonta 50 ezer forint és egy évben 10 hónapban jár. A pályázatot szeptember 30-áig személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a polgármesteri hivatal egészségügyi, kulturális és koordinációs irodáján. A rendelet, a részletes pályázati felhívás, illetve a pályázat benyújtására szolgáló adatlap letölthető a www.szombathely.hu oldalról, vagy beszerezhető a hivatal ügyfélszolgálatán. A pályázatokat október végéig bírálják el. Tömegesen érkeznek bevándorlók a magyar-osztrák határra. A segélyszervezetek munkatársai hetek óta azon fáradoznak, hogy a migránsok útját élelmiszerek és ruhák adományozásával könnyítsék meg. Két hete folyamatosan kisebb-nagyobb migráns csoportok érkeznek Vas megyébe. Az utóbbi napokban kizárólag a Szent Gotthárdi és a Heiligenkreuzi ipari parkok között húzódó határátkelőhöz. Vonatszerelvények, buszok szállítják őket ide. Az MTVA megbízásából az M1, a Duna TV és a Kossuth Rádió csatornáján hajnaltól késő estig tudósítanak a helyszínről a Szombathelyi Média Központ munkatársai. A mai nap több mint 800 migráns lépett át az osztrák területre, ami mögöttem látható. A buszokról leszálló migránsokat segélyszervezetek is várják. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász önkéntesei először érkeztek a helyszínre, és azóta ott vannak. Egy felhívásra 1 millió forint gyűlt össze, abból élelmiszert vásárolt a Karitász, amit szombaton busszal szállítottak a határhoz. Az adománygyűjtés folyamatos, többféle felajánlás is érkezik a szervezethez. Erről a Szombathelyi Televízió közéleti műsorában beszélt Tucainé Régvári Marietta Karitász igazgató. Például 2 mázsa alma érkezett az egyik településről, 5-ösével becsomagolva, hogy ne is szedjük szét, ezt így adjuk egy családnak. A Máltai Szeretett Szolgálat és a Vöröskereszt Vas megyei szervezetének tagjai is hasonló feladatot vállaltak. Összegyűjtik és a migránsoknak adják az adományokat. A hidegre forduló időben főként takarókat, meleg ruhákat várnak. A migránsok többsége nem készült fel arra, hogy teljesen más éghajlaton vannak most. Nagyon sokan érkeznek papucsba, mezitláb, kisgyerekek takaró nélkül, férfiak, nők meleg ruha nélkül, lábbeli nélkül, zokni nélkül. Időközben Mák Dóri adománygyűjtést kezdeményezett a határon szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák számára. Nekik most gumikesztyükre, szájmaszkokra, kézfertőtlenítőre, csokoládéra és üdítőre van a legnagyobb szükségük.
Könyvek, ruhák és tisztálkodási felszerelések is vannak azokban a csomagokban, amelyeket az adományozók a Marhusovszki Kórház pszichiátriai osztályának ajánlottak fel. A gyűjtőponton továbbra is várják a segíteni tudó szombathelyieket. Kocsiba pakolják éppen azt a több doboznyi adományt, ami a kórház pszichiátriai osztályának gyűlt össze. Szombathelyiek és Zala megyeiek jóvoltából sikerült összeállítani a méretes rakományt. Ebben tényleg minden van, ami az emberi élethez szükséges, a könyvtől, a különböző játékokhoz, művészeti eszközök, papír, ruhanemű. Hiszen van, amikor ezek az emberek olyan helyzetbe kerülnek, hogy mondjuk nem tudják, hogy hol a papucsuk, és hát ezek fogyóeszközök ezeken az osztályokon. Az Elmétől Lélekig Alapítvány a pszichiátriai betegek gondozásával foglalkozik, a kórházi ellátást igyekeznek kiegészíteni. A járó betegeknek különböző programokat, kirándulásokat szerveznek, és igyekeznek a fekvő betegek mindennapjait is megkönnyíteni. Mindenféle tárgyi felajánlás nagy segítség számukra. A fekvőbeteg ellátásban pedig, ami gyakran pszichiátriai betegeknek a szociális helyzete, és ezt tudni kell, hogy gyakran előfordul, hogy rosszabb, ezért úgy érkeznek az osztályra, hogy kevésbé vannak ellátva azokkal a mindennapi, akár pipere felszerelésekkel, akár a személyes igényeiknek az ellátásához szükséges felszerelésekkel, amikre szükségünk van. Szabó Tibor színművész jószolgálati nagykövetként állt a kezdeményezés mellé. Azon el kell gondolkodni, hogyha Jóisten már úgy döntött, hogy én a kevésbé hányadtak sorsúak közé tartozom, és némi szerencsével is megáldott a sorsa Jóisten, hogy ezt akkor szinte kötelességem másokon segíteni. A gyűjtőponton december 5-én aukciót tartanak, erre is várják a tárgyi felajánlásokat. Az ebből befolyt összeget szintén a pszichiátriai betegek gondozására fordítják. Felújítás előtt a püspöki palota, Káldi Lajos képei a Puskás galériában, felmentették Tóth Jánost, pert vesztett Mérei Tamás, rövid híreinkkel folytatjuk. Lezárják a Székesegyház előtti teret. Péntektől a püspöki palota felújítása miatt munkaterületté válik a parkoló, ezért az autósoknak másút kell várakozniuk. Elkezdődött a nagy templom régi acélkeretes bejáratának bontása, valamint az új biztonsági üvegből készült szerkezet rögzítő elemeinek elhelyezése, továbbá a díszkapu felállítása. Emiatt csak a várköz felől az oldalkapun lehet a templomba bejutni. Felmentették a vádak alól Tóth Jánost, akit a Falkó gyár perelt be rágalmazás miatt. Erre a hírre reagált sajtótájékoztatóján Ceglédi Csaba, MSZP-s képviselő. A politikus egy táblával illusztrálta a Tököli úton, hogy a faipari üzem ekkora távolságon is érezteti hatását, azaz nem csak a környékén élők, de a belváros lakóinak környezetét is terheli kibocsátott anyagaival. Elmondta, hogy a hatóságok egy kéménybe építendő műszerrel folyamatos mérésre kötelezték a Falkót, a gyár azonban halasztást kért ezügyben, és az engedélyt meg is kapta. Így további 4 hónapig mentesül az állandó mérés alól. A Fidesz szombathelyi frakciója közleményben reagált a sajtótájékoztatón elhangzottakra, amiben arra kérik a baloldali képviselőt, hogy a konfliktusok gerjesztése helyett inkább próbálja meg segíteni azokat a törekvéseket, melyek a légszennyezéssel kapcsolatos problémák megoldását célozzák. Egykor itt dolgozott tanárként, régi ismerősként köszöntötték legújabb kiállításának megnyitóján Káldi Lajos festőművészt a Puskás galériában. Borospincéket ábrázoló akvareljeit, filctollal készült útirajzait állították most ki a középiskola aulájában, ahol diákok és pályatársak is megjelentek. A tárlatot Torjai Walter ajánlotta a közönség figyelmébe. Nem csak a 93 éves csipkereki születésű művészről, hanem a képein megjelenő paraszti életformáról is részletesen beszélt. A képeket november 20-áig láthatják az érdeklődők.
A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság első fokon a Szombathelyi Önkormányzat által működtetett Szavária Szimfonikus Zenekarnak adott igazat abban a perben, amelyet Mérei Tamás korábbi igazgató indított közalkalmazotti jogviszonyának és munkaviszonyának megszüntetése miatt a zenekar ellen. A bíróság szerdán kihirdetett ítéletében leszögezte, hogy a felperes mind a közalkalmazotti, mind pedig a munkaviszonyából eredő kötelezettségét részben szándékosan, részben súlyosan, gondatlanul megszegte. Az ítélet nem jogerős, ellene a felek 15 napon belül fellebbezhetnek. Több mint 500 milliárd forintos kárt okozott Ivett a mediterrán ciklon Vas megye állami erdeiben tavaly májusban. A Szombathelyi Erdészeti ZRT a felügyeleti hatóság által megszabott határidőre elvégezte a kárfelszámolást. A bozsoki sötétvölgyben azonban csak most érnek a munkák végére. Megyeszerte 33 ezer köbméter tölgy, fenyő és bükkfa fordult ki Gyökerestől az orkán erejű széllökések hatására az erősen felázott talajból 2014 májusában. Az erdészek hosszú hónapokig dolgoztak az erdő és az értékes faanyag megmentésén. A kőszegi hegységnek ezen a turisták által kevésbé ismert részén a bozsoki sötétvölgyben szeptember közepén újra dolgoztak a motorfűrészek, és az extrém terepen egy különleges gépet is munkába állított a Szombathelyi Erdészeti ZRT. A hatalmas rönköket drótkötélpályán húzták át a szakadék felett. A mögöttünk lévő hegyoldal tetején az osztrák határ, alatta pedig egy fokozottan védett patakmeder húzódik, és a kidöntött fákat a lehető legkíméletesebb módon szerettük volna feldolgozni. Ezt a speciális kötéldarut Ausztriából bérelték azért, hogy a mélyben kanyargó patak fokozottan védett élőhelyét ne károsítsák. Az erdészeti hatóság a vihar okozta károk felszámolására 2015. március 31-ig adott határidőt, amelyet az erdőgazdaság ennek az erdőrészletnek a kivételével tartott is. Saját gépeikkel itt is végeztek volna már tavaszra, de a természetvédelme érdekében inkább a kíméletesebb drótkötélpályás megoldást választották. Ismét megnyitott a szombathelyi csónakázó tó partján a szabadtéri fitnessparkban az egyetemisták által működtetett mozgáspont. Új elemként eztán kajakozni is lehet majd a tavon. A nyári szünet után ismét várja a szombathelyeket az a mozgáspont, melyet a városi önkormányzat támogatásával a Nyugat-Magyarországi Egyetem hozott létre a csónakázó tó partján. Az egyetemisták a megszokott időpontokban közös gimnasztikára várják az érdeklődőket, de természetesen segítenek azoknak is, akik a fitnesspark gépeit szeretnék szakszerűen használni. Emellett több sportesemény megszervezésébe, megrendezésébe is bekapcsolódnak. Most például a hétvégén a Szent Márton félmaratont és a 10.000 méteres magyar bajnokságot is az egyetemmel közösen rendezünk. Tehát ezek mind-mind olyan programok, amelyek egyrészt színesítik Szombathely sportéletét, másrészt pedig aktívan segítik a szombathelyiek kikapcsolódását, a szombathelyiek szabadidősportját. A Szavári Egyetemi Központ egy pályázaton 4 darab kajakot nyert, melyeket vízre is bocsátottak. A sporteszközök az egyetemisták gyakorlati képzéséhez járulnak majd hozzá, de bizonyos időszakokban a városlakók is igénybe vehetik azokat. Általában az emberek a lábukat használják a sportolásra, tehát inkább futnak, kerékpároznak, és a felső testet meg kevésbé használják szabadidős szempontból. A kajakozás az megmozgatja az egész vállövet, a karizmait, a törzsizmait, tehát egy általános fittséget ad a test felső részére, amellett persze lehet biciklizni, meg futni. Az biztos, hogy a szombathelyek szeptember 29-én kedden, valamint október 1-én csütörtökön, majd 6-án kedden, 15 óra után ingyen kipróbálhatják a csónakázó tavon az új kajakokat. A folytatásról pedig az időjárási körülmények figyelembevételével döntenek az illetékesek. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!